Akár 200 millió tonna mikroműanyag is lehet az Atlanti-óceánban egy friss kutatás szerint. Ez a tízszerese a korábban sejtett mennyiségnek. Az eredményeket publikáló brit tudósok új módszerrel tanulmányozták a vízben lévő 5 mm-nél kisebb átmérőjű mikroműanyagokat, és ebből a korábbinál pontosabb következtetéseket tudtak levonni. A kutatás három műanyag típusra összpontosított. Az expedíció tagjai polietilént, polipropilént és polisztirolt kerestek az óceán vizében. Ezek a műanyagból készült zacskók, palackok, evőeszközök és csomagolóanyagok fő alapanyagai. A mikroműanyagok komoly veszélyt jelentenek a tengeri élővilágra. A halak és madarak sokszor tápláléknak nézik az apró részecskéket.